Mégis kié az országrész? Diplomaták vitája az eredmények hitelességéről. A soproni népszavazás becses relikviái, szenvedélyes magángyűjtők kincsei. Amikor már úgy tűnt, hogy a dolgok sínen vannak, egy sokak számára nem várt fordulat történt. Negyedik Károly király megpróbálta visszaszerezni elveszett trónját imár másodszor, amivel kis hián minden eddigi eredményt meghiúsított. Az 1918-19-es év viharos és rövid életű rendszerváltoztatásai után 1920 márciusától az ország államformája ismét királyság lett. S bár a nemzetgyűlés az ország ideiglenes kormányzásával Horthy Miklóst bízta meg, a trón betöltése körüli vitákban az ország több pártra szakadt. A legitimisták azt vallották, hogy minek utána az országnak van törvényesen megkoronázott királya. És ebből az állapotból igazából egy személy csak akkor mozdítható el, hogyha az idoneitás, tehát alkalmassága megsérül, vagy ez csorbul. És ezért vallották ezt, hogy igazából ez a törvényesség szempontjában ez az egyetlen megfelelő pont, hogyha Károly visszatér. Az ekkor Svájcban élő uralkodó 1921 húsvétján elérkezettnek látta az időt a trón visszaszerzésére. Ausztrián keresztül teljes inkognitóban egyedül tért vissza Magyarországra. Proklamációt bocsátok ki. Ismét királyság lesz. Igen. Először a Dunántúlt szervezzük meg. Szombathely lesz a székhely, aztán haladunk tovább. Ez ellenszegüléshez vezet. A polgárháborút kockáztatja. Mert a megjelenése olaj a tűzre. Hát felbojdul minden. Őszeretett magyarjaim támogatni fognak. Rossz időzítés, felség. Őszintén megmondom, hogy ne legyen baj. Ő felsége azonnali elutazása lenne kívánatos. Ha ez lehetetlen, csak egy út lehetséges. Azonnal Budapestre menni. Azonnal? És jelenteni Horthynak Magyarországra érkezését. Úgy el lehet kerülni, hogy bárki pucsra gondoljon. Ein zurück geht es nicht. Most már nincsen visszaút. Igazából arra számít, hogy ha megjelenik a budai várban, akkor Horthy kormányzatosan át fogja adni neki a hatalmat, és akkor lényegében egy látogatás keretében nevezzük így visszatér a trónra. Ugye ennek a realitását akkor megkérdőjelezi Horthy, nem áll Károly mögött katonai erő, tehát igazából nyugodtan mondták neki azt, hogy hát sajnálják, nincsen ennek realitása. Az uralkodó a Horthyval folytatott sikertelen tárgyalás után pár nap múlva elhagyja az országot. A trón visszaszerzését azonban nem adja fel. Októberben felesége kíséretében Svájcból repülőgéppel érkezik a Sopron melletti Dénesfalvára. Ekkor már a legitimisták által szervezett katonai erők élén kísérli meg másodszorra a hatalom visszaszerzését. Lényegében proklamálja, hogy ő visszatért a Magyarországra, a magyar trónra, és hát megindulnak Budapest felé. És itt van ennek a visszatérési kísérletnek a fő, hát a fő kérdése minden a mai napig igazából, hogy nagyon lassan történik mindez, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy Sopronból indulnak el, és vonaton érkeznek Budapest irányába, de a sorba első községek majd mindegyikében, nagyobb településeken megállnak, sőt több helyen misét is mondanak. Károly katonai erőfölénnyel indult a főváros felé. A három napig elhúzódó vonatút alatt azonban Horthy tudomást szerez az akcióról, és egy zömmel egyetemista önkéntesekből álló sereggel. Október 23-án Budaörsnél feltartóztatja a királyi csapatokat. A tűzharc során a védők közül 10 egyetemista fiatal veszíti életét. Ennek a híre egyrészt, hogy harc van, tehát itt ez már harci cselekménynek minősült, másrészt, hogy veszteségek is vannak. Ez Károlyt visszahőkölésre késztette, hiszen ő abban gondolkodott, hogy egy erődemonstrációra ez csak szó. Károlyal ismeretes volt a korábbiakból, hogy egy humanisztikus, vagy humanista elveket való uralkodó volt. Egyszerűen morális szempontból nem akarta fölvállalni. Annak ellenére, hogy paradox módon ők vannak fölényben. A királypucs ezzel lényegében elbukott. Az uralkodó családot ezután Madeira szigetére száműzték. 1921. november 6-án a magyar történelemben negyedik alkalommal mondták ki a Habsburg-ház trónfosztását.